A velencei tavon bajba kerülő emberekhez biztosan rendőrök érkeznek elsőként segítséget nyújtani, de nem csak a vízből mentések alkalmával múlnak emberéletek a kapitányságok munkatársain, közúti baleseteknél is sokszor adódhat olyan szituáció, amikor az első segényújtásban a rendőröknek is aktívan kell részt venniük. A jó? Éppen ezért ismétlik át a sikeres újraélesztéshez szükséges tudást az egyenruhások. A képzésen a gerdonyi Kapitányság egyenruhásai és a megyei főkapitányság kommandósai illetve az autópálya alosztály munkatársai vettek részt. Ha baleset helyszínére elsőként érnek oda, vagy akár egy vízi balesetnél, vagy egy vízből mentésnél elsőként érnek oda a sérült hőzbeteghez, vagy a rosszul levő személyhez, akkor segítséget tudjanak neki nyújtani. Dr. Sirák András minden turisztikai szezon elején tart egy ehhez hasonló tanfolyamot a rendőri állománynak. A Máltai Mentőszolgálat főorvosa azt hangsúlyozza, valóban ember életek múlnak egy-egy egyenruhás -egy felkészültségén. Aznap éjjel dolgoztam mentőknél, amikor a West tragédia volt, és a, mi a riasztástól ez este 23 óra 23-kor volt, nagyon hamar négy perc alatt voltunk a helyszínen, két kocsi érkezett ki elsőnek, volt versenyben a helyszínre, és a két kiérkező mentőegység tagjai azt láttuk, hogy két-három fiatal rendőr egészen szabályosan végezte az újraélesztését annak a három lánynak, akik hát ott megsérültek. Nem egyedülálló kezdeményezés a Gárdonyban megrendezett továbbképzés. A rendőrségi szóvívő tájékoztatása szerint ugyanis a Fejér megyei rendőrök szakszerűen szeretnének a sérülteken segíteni, ezért több kapitányságon is szerveztek már hasonló képzést.